A gazdálkodó szervezeteknek 2012 óta évente kell befizetniük a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához az úgynevezett kamarai hozzájárulást. A kötelezettség Szabadszatmár-Bereg megyében mintegy 31 ezer szervezetet érint. Ez a vállalkozás méretétől függetlenül egységesen 5000 forintot jelent. Fontos, hogy ez a díj nem jelent kamarai tagságot, azonban több, a szervezeteket segítő szolgáltatás térítésmentessé válik a befizetéssel. Ez azért nagyon fontos, mert egy közhiteles nyilvántartást vezetünk a gazdálkodó szervezetekről, és ez egy biztos alapot nyújt nekünk ahhoz, hogy milyen vállalkozások működnek a megyében, milyen területen tevékenykednek, és milyen fontos információkra van szükség az elkövetkezendő időszakban. Ezért cserébe a kamarának le van írva, hogy milyen szolgáltatásokat kell nyújtani, pénzügyi tanácsadást, hitellehetőségekről tanácsadást, üzleti partner közvetítést, jogi tanácsadást. Ezeket a kamara folyamatosan ellátja, vagy pedig, ha itt nem tudunk a kérdésekre válaszolni, akkor megfelelő szakemberekhez irányítjuk a gazdálkodó szervezeteket. A befizetési kötelezettség nem érinti az agráriumot, vagyis a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokat. A március 31-e után újonnan alakult szervezetek számára is kötelező a díjnak a befizetése, még akkor is, ha mindössze egy napig élt a vállalkozás. A 8 évvel ezelőtti törvénymódosítás óta évről évre megfigyelhető, hogy növekszik a határidőn belüli fizetési hajlandóság. Tájékoztató leveleket küldünk ki, és felhívjuk a figyelmet a határidőnek a pontos betartására. Nyilván így is vannak olyan gazdálkodó szervezetek, akik nem teljesítik ezt a kötelezettséget. Általában egy olyan 80%-os befizetési arányjal számolunk, ami úgy gondolom, hogy egy elég jó arány. Viszont aki nem teljesíti ezt a kötelezettséget, ez egy köztartozásnak minősül, és adók módjára behajtható. Itt a NAV-val együtt működve ezeket a behajtásokat folyamatosan végezzük. A gazdasági szervezetek képviselői személyesen a kamara épületének pénztárában, valamint banki átutalással is befizethetik a hozzájárulás összegét. Nagy név Varga Katalina jelenlegi egészségügyi helyzet miatt azt javasolja, lehetőség szerint válasszák az átutalás módját. A befizetés részleteiről és a számlaszámról a Szabadszatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara weboldalán tájékozódhatnak a vállalkozások.